A kormányzati elvonások, a járvány miatti bevételkiesések és az előző felelőtlenül gazdálkodó városvezetés miatt működőképességének határára sodródott Miskolc, a velünk a város politikusai szerint. Hegedűs Andrea hangsúlyozta, a kormánytól nem könyöradományt várnak, azokat a forrásokat akarják visszakapni, amiket korábban elvontak a várostól. Szilágyi Szabolcs szerint vagy az állami kassza üres, vagy csak politikai bosszú áll az elvonások hátterében. 1,2 milliárd forint. 2020-ban ennyivel működött olcsóbban Miskolc, aminek a kormány a háromszorosát vette el Hegedűs Andrea szerint. A frakcióvezető helyettes elmondta, ezzel azokat a megtakarításokat vonták el, amelyek Miskolc fejlődését és a miskolciak érdekeit szolgálták volna. Miskolc azonban nem vár könyöradományokat a kormánytól. Nem segélyekért állunk sorba, és polgármesterünk nem azért tárgyal a kormánnyal, hogy végre valami alamizsnát kapjunk. Szó nincs erről. Miskolc azt akarja visszakapni, ami a városé, ami minden miskolcinak jár. Azt akarja visszakapni, ami miskolcé, azonban a Fidesz kormány elvette. Hegedűs Andrea szerint az előző városvezetés felelőtlen pazarló gazdálkodása, a kormányzati elvonások és a járvány miatti bevétel kiesések együttesen járultak hozzá ahhoz, hogy Miskolc mára működő képességének határára sodródott. Ahogy Hegedűs Andrea fogalmazott, az önkormányzat penge élen táncol. A gazdaság erős, tételezzük fel, de egyszerűen csak politikai bosszúból, kicsinyes bosszúból, a 2019-es önkormányzati választások vereségéért egyszerűen az önkormányzatokat földbe akarta döngölni. Szilágyi Szabolcs szerint politikai bosszú, de akár üres állami kassa is állhat annak hátterében, hogy a kormány nem segít a bajba jutott önkormányzatokon. A forráshiány miatt szerinte mára alapvető szolgáltatások kerültek veszélybe. A kormány nem képes ellátni a feladatát, inkább hazudik és kirabolja a városokat, kirabolja Miskolcot, a miskolci embereket, tönkreteszi a tömegközlekedést, és a működőképesség határára szorítja a közszolgáltatásokat. A Velünk a Város frakció képviselői szerint jelenleg csak nem 10 milliárd forinttal kevesebből kénytelen működni a város. Ennyivel jut kevesebb a kötelező és önként vállalt feladatok ellátására.